Gosztola Krisztina ül velem szemben, aki nem először jár itt a hétvégi belépőben. Ő azok közé, a színészek közé tartozik, aki hát többet forgat és többet dolgozik külföldön, mint itthon, de most mégis Magyarországon vagy, hogy miért, arra később kiukadunk, és mindenképpen kitérünk, de először mesélj kérlek arról, amiről tavasszal még nem mesélhettél, de most már sajtónyilvános, hogy a HHHH, remélem elég hát mondtam, című filmben, hogy elég komoly szerepet kaptál. Igen, ez egy francia-amerikai, angol-belga koprodukció, ahol Jason Clarke-nak voltam a partnere. Az általa alakított karakter egy házasságon kívüli szerelmi viszonyba keveredik az általam alakított hölgyel. És most megvolt a bemutatója Magyarországon is, úgyhogy most már lehet erről beszélni nyilvánosan. És jól sikerült? Nagyon jól sikerült, nagyon nagy sikere van a filmnek, és a harmadik birodalomnak a fénykorát mutatja be egy olyan szemszögből, amit idáig még film nem mutatott be. És van egy másik film is. Egy másik film, a L'Érusses Continue, az Engedj el, ami az önálló produkciós irodámnak a második önálló alkotása. És ennek az irodának a központja Párizsban, illetve itt Budapesten van, a Jona Films Paris. És egy Giorgio Serbanenko novellája alapján készült a forgatókönyv, és egy olyan sajnos aktuális kérdés feszegett, hogy egy édesanyja elveszíti a kisgyermekét, és 4 éves kislány eltűnik, és vajon hol csak van az úgy a pont? Szőrén szállán? Igen, valószínűleg, hogy elrabolják, és az édesanyja nem tudja feldolgozni a gyereknek az eltűnését, és azt a kérdést feszegeti a film, hogy hol van az a pont, amikor egy anya el tudja engedni a gyerekeit, egyáltalán képes-e arra egy édesanyja vagy egy szülő, hogy túllépjen egy ilyen tragikus helyzeten. Súlyos téma. Igen. A produkciós iroda vezetőjeként ilyen hasonló tematikában gondolkodsz a filmekről, amelyet a következő filmekről, amiket majd szeretnétek megvalósítani? Igen, nekem szívügyem, hogy olyan témákkal foglalkozzunk, ami gyerekekre összpontosít. Tényleg? Igen, tehát én a jövőben is szeretnék ez irányba menni egy picikét. Miért? Nem tudom, ez egy belső késztetés. Tehát nekem nincs még gyermekem, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy amikor az ember egy filmbe gondolkodik, vagy forgatókönyveket olvas, akkor legyen a témának mindig aktualitása, és valamit hozzá tudjon tenni a saját munkájával ahhoz, ami éppen probléma vagy kérdés az életben, a mindennapi életben. Arról mesélj kérlek, mert hát mindenkit az érdekel ilyenkor, visszatérve a HHHH című filmhez, hogy hogyan jut el egy külföldi produkcióhoz, vagy közelében egy magyar színész például, vagy mi kell ahhoz, vagy van-e amúgy receptúra, vagy egyáltalán milyen nyelven kellett neked beszélni, milyen akcentusa volt szükség? Ugye hát én már régóta dolgozom külföldön, és ez a francia és a magyar ügynökségnek a közös együttműködésének köszönhető, hogy engemet behívtak a castingra. Egyébként több magyar színésznő is részt vett ezen a castingon. Franciául és angolul jól beszélő fiatal színésznőt kerestek. Először francia nyelven volt a casting, és aztán utána angolul. Nagyon érdekes, hogy a rendező francia volt, és engemet franciául instruált. De maga a forgatás, ugye nagy hollywoodi sztárokkal, mint Jason Clarke, Rosamund Pike, velük a forgatás az angol nyelven folyt. És tehát valami kis kulisszatitkot lehet esetleg? Mesélni, volt olyan élmény, amiben eddig még nem volt részed? Nagyon pozitív élmény volt maga a forgatás, tehát mint a francia, mint az angol, és mint a magyar stáb részéről nagyon-nagyon jó élmény volt. Azt tudni kell, hogy a forgatások itt Magyarországon zajlottak egy bizonyos része, Prágában, illetve még a francia Alpokban, és itt Budapesten és Szentendrén is voltak forgatások. Hát élmény az nagyon sok volt. Jasonnel beszélgettünk a forgatás előtt, ahol elmondta, hogy ő is nagyon sokat tartózkodik Párizsban, mert a felesége francia színésznő, illetve a trélőkocsiban ott készítették az édesanyjának a haját mellettem. Ez is egy nagyon kedves élmény volt, hogy mellettem ült Jasonnek az édesanyja, és itt készült. Én de a forgatásra, most... ő az esti vacsorára. Hát ki mire? Igen. Van. De most nem azért vagy itthon, hogy nem filmforgatás miatt vagy itthon, hanem egy pódium, zenés pódiumestre készülsz. Beszélgettünk igen a stúdión kívül, és mondtad, hogy kicsit visszatérsz a gyökerekhez. Igen, én ugye zenés osztályban végeztem a színművészetén, és aztán utána elkalandoztam teljes egészében, az életem elment a próza fele, illetve a filmek fele, és most a párommal, Palkotai Igorral készülünk egy közös pódium esre, aminek a bemutatója január 6-án lesz Nyíregyházán, és itt Heltai Jenő, Molnár Ferenc jelenteteiből
körbe csomagolunk francia, illetve olasz nagyon tehát népszerű slágereket, egészen az operától a francia és az olasz slágerekig. Jó, jó kis témához nyúltok, azt gondolom, hogy ez közkedvelt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és mindenről meséltél, de akkor majd, ha közeledünk januárhoz, akkor majd visszahívunk téged. Köszönöm szépen, szívesen. Köszönjük szépen.